Badacsonyban vagyunk, a Balatonparton, ahol örök topik a Balatonpart romlása, de mindig mindenkinek más az idegen a hely szellemétől. Hatvan éve épültek azok a legendás épületek, amik a legújabb generáció nosztalgiájában a balatoni retro főszereplőivé váltak. Az érdeklődés Trianon után elsősorban az elveszített felvidéki és erdélyi fürdők pótlására fordult a Balaton felé, és ez elsősorban Tihanyra koncentrálódott. A 60-as évek fejlesztése is elsősorban Tihanyban a révkikötő és a hajóállomás környékére koncentrálódtak. 1962-ben épült itt egy új vasbetonmóló, hajóállomás, és az még a félsziget természeti környezetét nem érintette, de a tömeges turizmusra akkor ott strand és a hátam mögött lévő bazársor is, és az az épület, ami a balatoni pavilon építészet egyik ikonikus darabja, a volt posta. Ez az egyik kedvencem, ahonnan a szebbnél szebb balatoni képeslapokat lehetett régen feladni, ami egyébként most vendéglátóhelyként működik, mert a 2000-es években szépen átalakították. 60-as éveknek ez a szocmodern pavilon építészete abszolút világszínvonalat képviselt. Természetesen azóta most már lassan 60 év eltelt, tehát rengeteg megváltozott funkció, rárakodott építészeti szennyeződés, kiegészítés, elbontás jellemzi, de ezek még mindig szerves részei a balatoni kultúrtájnak. A Balaton leghíresebb átkelőhelye Tihany és Szántót között van, és itt áll a 60-as éveknek köszönhetően a balatoni retro egyik legszerethetőbb épülete, a Szántódi Rév váróterme, amit Dianócki János tervezett 1962-63-ban. Én szívesen mondanám, hogy ez megint olyan, mint egy sirály vagy egy madárszárny, de ez valójában a hivatalos neve szerint hiperbolikus paraboloid. És egy argentin építész tervezte az amerikai családi házához. Aztán természetesen voltak itt vadabb dolgok is, mint a rév közlekedés. Például 1968-ban egy belkereskedelmi miniszterhelyettesnek olyan sokáig kellett itt várni a komp összeköttetésre, hogy közben ő kifundálta, hogy kéne ide egy alagút. És erre rögtön meg is kérte az UvaTerv nevű tervezővállalatot, és el is készült egy terv arra, hogy hogy lehetne a Balaton alatt folytatni a közlekedést. De volt természetesen hídötlet is, és még vadabb, amikor mesterséges gejzíreket is elképzeltek oda az északi oldalra. 1957-ben, tehát 63 éve rendelte meg az építésügyi minisztériuma a Vátitól, az akkori várostervtől, a világ első regionális tervét, ami a Balatonra vonatkozott. Ez azt jelentette, hogy először merült fel az a gondolat, egy nagyobb földrajzi egységet egységes fejlesztési tervben kezeljenek. Szóval egy igazi, felvilágosult, szocialista, abszolutista gigaprojektnek ígérkezett, és természetesen ugyanúgy halt el, mint az ehhez hasonló óriás beruházások. Kalmeyer Ferenc tervei alapján épült meg 1957-ben ez a nagyon kedves kis, eredetileg borozó, majd nádas névre hallgató egység, ami ma a Pláne nevű borterasz. Rögtön föltűnnek a helyi jellegzetes anyagok, a nádtető, a bazaltkő. Egyébként ez kapcsolódik még egy nagyon furcsa ugrása a múltból a jelenbe. Ő eredetileg ezekhez a napvitorlákhoz hasonló vitorlavásznakat használt árnyékolásra, amiből ma, illetve mára egy felkapott árnyékolás technika lett. A regionális tervidővel főépítést is kapott Farkas Tibor személyében, a Balatoni Intéző Bizottság pedig különleges jogokat. Ekkor állandó, illetve idényjellegű épületekre számos típus terv született, tehát strandépületek, bazársorok, vendéglátóegységek. Az északi part legendás helyei közül kiemelkedett a Badacsonyi Tátika, amit az ipartervezés Kalmeyer Ferenc tervezett. Ő volt megbízva egyébként a
badacsonyi fejlesztés, Badacsony üres kiemelt szerepet kapott ebben a regionális tervvázlatban, a borturizmus középpontja lett volna, tehát Kalmeyert bízták meg a kikötő és a Tárdika környékének a rendezésével is. Természetesen a 60 év nem múlt el nyomtalanul a Tárdika fölött. Egykor uralta azt a Balatonparti tájat, de közben körbenőtték a fák, teljesen elbazárosodott a környéke, és tulajdonképpen a Balaton is elhagyta, mert több tíz méterrel beljebb húzódott, és előtte most egy nádas van. Rendszeresen lépett itt föl Török Ádám, a Mini, a Generál. Nem véletlenül volt ez kultikus hely az akkori fiataloknak, azaz a mai nyugdíjasoknak. A Balatonpart elmúlt 100 évében egyszerre van jelen a lapostetős 60-as évekbeli retro, a pince vagy náttetős parasztromantika, a kádárkocka és a legújabb tengerparti last minute-ekből ellesett mediterrán háztípus. Természetesen van, akinek minden így együtt nagyon tetszik a Balatonparton, más pedig egy képzeletbeli buldózerrel takarítaná el a Balatonparti építkezések borzalmait. Szerencsére a saját nosztalgiájának és retrójának a határait mindenki maga húzza meg.